Sziasztok! Nagyon szép szerdát kívánok mindannyiótoknak! Először is köszönöm mindenkinek, aki múlt héten a könyvajánló alá kommentelt és küldött könyvjavaslatot, illetve azoknak is, akik ezt akár üzenetben tették meg. Jó pár könyvvel tudtam bővíteni a listát, és ezeket majd el fogom tudni nektek hozni szerdai könyvajánlóban is. Ma újabb önfejlesztő könyvvel érkeztem hozzátok, mégpedig azzal a könyvvel, amit én 3 évvel ezelőtt olvastam először, amikor alkalmazotti létből váltottam vállalkozói létbe, és a napokban a könyv a kezembe került, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek, hiszen nem véletlenül jutott megint ez a kezembe. Ez egy olyan önfejlesztő könyv, ami akár azt is mondhatnánk, hogy azonnal, de ez egy kicsit túlzás lenne, de nagy sebességgel tud segíteni minket abban, hogy az életminőségünkön javítani tudjunk. Magában a könyvben 27 fejezeten keresztül inspiráló, mulatságos, ugyanakkor néha káromkodással fűszerezett, de igaz történeten keresztül kapunk bölcs tanácsokat arra vonatkozóan, hogy egyrészt azokat az önszabályozó viselkedésmintákat, amik minket korlátoznak abban, hogy hogyan tudunk sikert elérni, vagy megvalósítani olyan dolgokat, amikre már régóta vágyunk, tehát ezeket a viselkedésmintákat meg tudjuk ismerni, fel tudjuk térképezni, és nem csak, hogy megismerjük, illetve rálátásunk lesz, hogy milyen önszabályozó viselkedésmintáink vannak, de ezeket akár a tanácsoknak az alkalmazása, beépítése során, illetve azoknak köszönhetően meg tudjuk változtatni. Ez az egyik, amire nagyon kitér a könyv, és nagyon sokat tud ebben segíteni. A másik, hogy segítséget tudnak ezek a tanácsok nyújtani, és tényleg nem csak a tanács, hanem ha azt elkezdjük alkalmazni, hogy hogyan tudunk egy olyan életet megteremteni, amit nem csak, hogy élünk, de imádunk és imádunk élni. És a harmadik, ahogy a szerzője is fogalmaz, hogy megtanít pénzt keresni, mégpedig akár azonnal. Ezt egyébként szó szerint idéztem. Úgyhogy nagyon sok mindent elmondtam most már így a könyvről, nincs más hátra, mint hogy melyik könyvről van szó. Ez egy New York Times bestseller, és a könyv címe Vagány vagy. Én azt gondolom, a borítója is elég vagány. Az alcíme Ne kételkedj magadban, kezdj el élni egy fantasztikus életet. Tehát vagány vagy. És engedjetek meg a végéről egy gyors összefoglalót, hogy mit is fog ez a könyv nektek pluszba adni azon kívül, amit elmondtam már. A vagány vagy végére érve megérted, hogyan szeretheted meg mindazt, amin nem tudsz változtatni, hogyan változtathatod meg azt, amit nem szeretsz, és miként használhatod az erőt arra, hogy tényleg nagyszerűvé válj. Én azt gondolom, ez még inkább elmondja, hogy mi is vár rátok, ha ezt a könyvet elolvassátok, illetve elkezditek alkalmazni mindazt, amit benne az írója összefoglal. Tehát még egyszer, vagány vagy, és te is, ti is vagányok vagytok, illetve legyetek vagányok, szerezzétek be a könyvet, használjátok a benne levő tanácsokat, építsétek be az életetekbe, és tényleg éljetek ennek köszönhetően is egy fantasztikus életet, amit mindannyian megérdemeltek, megérdemlünk. Legyetek vagányok! Sziasztok!